estét kívánok, futszán ünnep a Kismartoni úton, akármi lesz a magyar-olasz világbajnoki pulcselejtező végeredménye. A hangulat majdnem olyan, mint a Fradi női kézilabdázói játszanának bajnokok ligája mérkőzést. Ez nagy szó a magyar futszán történetében. Túl vagyunk már a himnuszokon. Éppen azt látjuk, ahogyan a játékvezetőket üdvözli a két csapat. Nyilván mindjárt választanak, és láthatjuk az összeállításokat is hamarosan. Jábor István és Zafiro, a két csapatkapitány már arra, hogy térfelet tudjon választani. A két játékvezető, a szlovén Silvio Borosák és a szlovák Vladimir Badura. Ez pedig a magyar csapat és az összeállítás. Balázs Véd, Tóth Szabolcs 2-essel, 4-es Simon, 5-ös Jábor, 6-os Szalai, 7-es Somogyi, 8-as Baranyai, 9-es Zsámár, 10-es Víg, 11-es Madarász, 12-es Berec, 14-es Tóth Miklós, a szövetségi edző pedig Kozma Mihály. A kétfedes olaszok pedig a következő összeállításban játszanak. Angelini, az első számú kapus, Nando Grana, Pellegrini, Zafiro, Edgar Bertoni, Baccaro, Vicentini, Deni Kile, Folia, Ripézi, a második számú kapus, Rodrigo Bertoni és Moratelli egészítik még ki a sort. A mérkőzés mindjárt kezdődik. A világbajnoki pótselejtező tétje pedig az, hogy melyik csapat jut ki a jövő évi tájváni világbajnokságra. Itt Angelinit, az olasz kapust látjuk, és az olasz szövetségi edzőt, Alessandro Nuccorinit, aki éppen a magyar válogatott ellen mutatkozott be 6 évvel ezelőtt Prátóban. Két barátságos meccset nyertek akkor az olaszok ellenünk. Nuccorini szempontjából tehát mindenképpen kellemes a magyar csatakiáltást, reméljük, hogy játékban is majd ilyen harciasak leszünk. Nem könnyű a feladat, hiszen az ellenfél az Európa bajnoki. Simon Balázs igazította meg a séróját. 3 gólt szerzett Simon Horvátországban. A horvátországi világbajnoki selejtezőn Horvátország ellen 32 csapat harcolt meg Európából azért, harcolt meg, illetve harcol azért, hogy kijusson a VB-re. 10 csoportban zajlottak a küzdelmek. Mi az örményekkel és a horvátokkal szemben vívtuk ki a továbbjutást Horvátországban. Pedig azt láttuk, hogy egy gyászszünettel emlékeztek meg a magyar csapat kapitánya Jábor István édesapjáról, aki az éjjel hunyt el. Ez valóban tragédia. Az ilyesmi természetesen mindig nagyon rossz forjon, ha egyáltalán lehet ilyen utaságot mondani. Szóval a magyarok Horvátországban léptek tovább, az olaszok pedig otthon. A belgák a finnek és a franciák ellen úgy, hogy gólt sem kaptak. De lőttek 22-t. Ennek ellenére a magyar csapat ellen azért nem várható szerintem olasz góleső. Egyrészt a magyar válogatott jobb, mint az olaszok eddigi ellenfelei. Másrészt az olaszok nem szoktak sok gólt lőni. Az Európa bajnokságot úgy nyerték idén, hogy öt mérkőzésükből 4-et nyertek egyetlen góllal. Viszont 5 meccsen csak 3 gólt kaptak, úgyhogy tulajdonképpen hasonlóan játszanak, mint nagy pályán, ezt lehet mondani. Simon, mondtam, szenzációsan játszott az 50. válogatott mérkőzésén a horvátok ellen, 3-szor volt eredményes. Kozma Mihály azt mondta, hogy minimum úgy kellene futballozni ma, mint a horvátok ellen ahhoz, hogy legyen esélyünk.
meglepetésre, mert hiszen ne tagadjuk, meglepetés lenne, ha a magyar csapat jó eredményt érne, el netán győzne. Madarász hagyta ki a mérkőzés első helyzetét, de ne kárhoztassuk ezért. Nem volt könnyű átvenni a labdát. Angelini kitűnően zárta a szöget. Madarász, Baranyai, Simon és Zsámár vannak bent a magyar csapatban. Ez talán némileg meglepő. Zsámár például két év után tért vissza a magyar válogatottba. Úgyhogy ebben az összetételben ez a sor mostanában nem játszott. Simon és Zsámár csapattársak a csömöri Rubeolában. Madarász és Baranyai a csőmontásban, Balázs pedig az Aramis kapusa. Láthattuk őt hétvégén az Aramis PMFC bajnoki mérkőzésen. Olasz sarokrúgás következik. Itt éppen Zsámárt láttuk, akiről ejtettem néhány szót. Nándó Grána egy ismerős, végzi el a sarokrúgást. Puha! Kellemetlenül pattant a labda, de nem lett nagy baj belőle. Nándó Grána azért lehet ismerősünk, mert ő az olasz válogatott egyetlen idegen légiósa, a spanyol Playas Castellón játékosa, közben Kozma Mihályt láttuk egy pillanatra, és a Castellón két hónappal ezelőtt itt játszott ebben a csarnokban bajnokok ligája meccset a csőmontázs ellen. Bakáró, Zafiro teszi hátra, Nando Grana, Edgar Bertoni, a Bertoni fivérek egyike, Bakáró. Ő lőtte a mindent eldöntő gólt az Európa-bajnoki döntőn. 1-0-ra verték az olaszok, akkor Ukrajnát. Bakáró szabadrúgásból volt eredményes. Zsámár. Simon. Eddig jó. Baranyai. Madarász ellövi. Nem sikerült igazán jól, de nem baj. Próbálkozni kell. Nukorini emelte vissza a labdát. 39 éves az olasz mester, már 25 éves korában edző volt az olasz első osztályban. Zafiro, az olasz csapat egyik legtapasztaltabb, legrutinosabb játékosa, 34 éves a kapitány. Edgar Bertoni, jól lépett oda, Zsámár. Négy párban már lejátszották a világbajnoki pótselejtezők első meccsét, mindjárt el is mondom az eredményeket. Bakárót próbálta megállítani Madarász, egyelőre sikertelenül, aztán Bakáró lő. Miénk a labda. Szóval Bosznia, Csehország 5-7, Lengyelország, Portugália 2-7, Szlovénia, Spanyolország 1-4, és Fehér Oroszország, Ukrajna 0-4. Tehát a 10 csoportgyőztest sorsolták 5-5 párba, és eddig mindenhol a vendégek nyerték az első mérkőzést. Ez kiderült az eredményekből. Remélem, hogy most ez a sorozat megszakad. Csak hogy körülbelül képbe kerüljenek azok, akik még nem láttak futszált, az már kiderült az eddig elmondottakból, hogy az olasz válogatott az Európa-bajnoki címvédő Bakáró lövését dokkoljuk közben. A hivatalos UEFA európai ranglistán az olaszok másodikok, a spanyolok mögött, mi a 12. helyen áll. Cserélt közben a magyar csapat, Bakáró Jávor mellett próbál fordulni, így jött hátra, ő a másik visszatérő a csapatban, Zsámár mellett. Az utóbbi időben, az utóbbi néhány meccsen nem játszott, korábban azonban már 26-szor volt válogatott, és 9 gólt is lőtt. Szerencsére az olaszok most nem lőttek gólt, pedig kellemetlen volt a lövés. Edgar Bertónit láttuk egy pillanatra. Tóth Miklós, ő a magyar gólkirály, és most is vezet a góllövő listán, a csőmontás játékosa. Szóval a második sorunk, Tóth Szabolcs, Jávor, Tóth Miklós és Bíg. Hát nem lehet könnyű Jávor Istvánnak ilyen előzmények után játszani. Szabadrúgást kapnak az olaszok. Zafiro. Bakáró. Nando Grana.
Zafiro, ez nem jó, hogyha így beállunk védekezni, Kozma Mihály szerint, mert az olaszok kitűnően lőnek. Beccaro megint, Edgar Bertoni. Zafiro, Beccaro, oda kell lépni, ez meg is volt, de az olaszok jönnek. Edgar Bertoni végzi el az oldalrúgást. Andok Rana, kitűnő volt Tóth Szabolcs blokja. Tóth Szabolcs rúgta a magyar válogatott 7. gólját Horvátországban. Nagyon emlékezetes találat volt. Egyetlen másodperccel a befejezés előtt rúgta Tóth Szabolcs azt a gólt, amelyet bebiztosította a magyar győzelmet a horvátok ellen. A jövő évi tájvani VB lesz az 5. a sporták történetében. Andok Granát nagyon ott hagytuk. Balázs, ha jól láttam, hozzáért a labdához. Ezek szerint nem, mert mi jövünk. Ezt megúsztuk most. Kapufa volt. Szóval ez lesz az 5. VB. 1989-ben volt az első. Ott 5. volt a magyar csapat. Mint ahogy az olaszoknak is egy 5. hely a legjobb helyezésük világbajnokságon, a 3. méghozzá 1996-ban Spanyolországban voltak 5. az olaszok. Tóth Szabolcs? Míg? Jó az! Bizony, bizony. Fürge mozgással meg lehet keverni még ezt a kitűnő olasz védelmet is. Idén még veretlen az olasz válogatott. Mindössze 2 döntetlenjük van Irán ellen. Így kezdték az évet. Beccaro lövése ment úgy mellé, hogy ezek szerint Balázs hozzáért. Ez a 2 döntetlen sem lebecsülendő. Irán az ázsiai földrész legjobb csapata. A világranglistán ott van az élmezőnyben. Azóta 10-szer nyertek az olaszok, 5-ször ugye az Európa-bajnokságon. Aztán Horvátország ellen nyerte 2 barátságos meccset. Beccaro tüzel. Egyelőre eredménytelenül. És aztán ugye volt a 3 világbajnoki selejtező Montesilvánóban. Mindannyiszor győztesen hagyta el a pályát, a Squadra Azzurra. A mieink az idei 11 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség a mérleg. De a 2 legfontosabb meccset megnyertünk, a világbajnoki selejtezőket, Gosztisban, Örményország és Horvátország ellen. Víg! Jávornak teszi vissza! Edgar Bertoni jött, és nem engedte a labdához jutni Jávort. Csere az olaszoknál is. Vicentini. Pellegrini tette előre, Beccarónak ez szép sem volt, Beccaro! Balázs kitűnően jött ki! Nagyon kellett! Beccaro igazolta a klasszisát ezzel a mozdulattal. Jávor mellett ment el, és Balázs még érezte, hogy hova kell kinyúlnia. Simon Madarász, cseréltünk mi is közben. Kótikus Simonnak. Madarászé. Felépíthetjük újra a támadást. Simon egyből. Nem akarta ő rosszul. Madarász is elismeri. Kodini nem számított könnyű mérkőzésre, ez derült ki a nyilatkozatából a meccs előtt. És eddig azt gondolom, hogy ez így is van. Egyelő erő küzdelme zajlik a pályán. Kérdés, hogy bírjuk-e az iramot végig? Simon húzogat, és annyit elért, hogy a magyar csapat jöhet oldalrúgással. Kozma Mihály 104 mérkőzésen ült eddig a magyar válogatott kispadján. Nem mindig volt szövetségi kapitány, amikor másodedző volt, azokat a meccseket is beleszámolják ebbe a 104-be. Idén, január óta ő a szakmai munka első számú felelőse a futsal válogatottnál. Korábban a csőmontázmestere volt Kozma Mihály. Pellegrini, Vicentini. Madarász, Vicentini lökött. Azoknak mondom, akik még nem láttak futszát, hogy számolják a szabálytalanságokat.
Ha egy fél időn belül egy csapat eléri a hatodikat, akkor az ellenfél úgynevezett kisbüntetővel jön. Hasonló ez körülbelül, mint a csapat szabálytalanságok kosárlabdában. Folyá! Mellé ment a lövés. Folyá két gólt szerzett Belgium ellen a világbajnoki selejtező sorozatban. Azzal a két góllal verte meg Olaszország Belgiumot. Az volt az egyetlen szoros meccse az olasz csapatnak. És úgy lőtte Folyá ezt a két gólt, hogy ugye kétszer 20 perc a tiszta játékidő, most a 38. és a 39. percben talált be. Tehát a belgák kitűnően tartották magukat. Igaz, a döntetlen az olaszoknak lett volna jó a gólkülönbségük miatt. A finneket 12-0-ra, a franciákat 8-0-ra verték egyébként az olaszok, és akkor a tények kedvéért, ha nem mondtam volna, Örményország ellen mi 5-2-re nyertünk a Gospici mérkőzésen, a horvátok elleni 7-5-ről pedig már beszéltem. Simon Zsámár. Az minden esetre jó, hogy a magyar csapat nem kapott gólt a mérkőzés elején, mert ez magyar betegség, Zsámár. Még lehet belőle valami. Látványos mozdulattal tette be, de pontatlanul. Folyálódul meg. Madarász, ezek szerint nem volt szabálytalan. Mi több, miénk a labda? Madarász János, 43 válogatott meccsén 38 gólt szerzett eddig, de rosszul láttam, az olaszok jöhettek. Félreértettem a játékvezetők mozdulatát. Nem baj, túl vagyunk már ezen. Olasz oldalrúgás most az olasz térfélről. Vicentini. Az Európa-bajnoki keretből egyébként 10 vannak itt a csapatban. Csak két új fiú tudott bekerülni az olasz válogatottba. Éppen Pellegrini az egyik. Folyá. Rodrigo Bertoni, Vicentini már. Folyá Zsámár mellett. Simon ott volt időben. A másik játékos Dani Kile, aki nem volt ott az Európa-bajnokságon, még nem lépett pályára a mai mérkőzésen. Olasz oldalrugás. Rodrigo Bertoni. Vicentini. Folyá. Zsámár mellett, ott van Simon, és segít, indul Baranyai, Folyá, szabálytalankodik. Nem baj, gyűjtsék csak a szabálytalanságot, az jó nekünk, csere. A magyar csapatban ezt mutatja Kozma Mihály, friss emberek jönnek, és törlés. Kóth Szabolcs kéri el a labdát Folyától, aztán elvégezheti mindjárt a szabadrugást. Tóth Miklós. Jábor. Tóth Miklósnak ez hosszú. Egy pillanatra azt gondoltam, talán rá tud fordulni egyből a labdára Tóth Miklós, de ez nem volt elérhető átadás valóban. Pellegrini. Vicentini. Vicentini. Így ér oda, de nem ér oda. Csak én gondoltam azt. Azért arra jó volt a jelenléte, hogy megnehezítse a rugójátékos dolgát. El is került a lövés a kaput. Tóth Miklós rosszul vette le, nem lehet könnyelműsködni. Ez így helyzet, Vicentini. Jól van, Tóth Miklós visszaér. És szögletre mentett. Nagyon rossz egyébként a magyar csapat mérlege Olaszország ellen. 15 mérkőzésen kétszer nyertünk. 4 döntetlen, 9 vereség. Vicentini, Balázs ott van, ahol kell. Folyá. Kiismerhetetlen, nagyon gyors játékos. Alacsonyan van a súlypontja, így cselez, mint most. Balázs megint ott volt, elszállt közben. Rodrigo Bertoni lába, de nem tudtunk profitálni ebből. Vicentini. Angelini, mackós a termete, de kitűnő kapus a lemáró Róma hálóőre. Vicentini, Folyá, nem jutott előre, szerencsére Vicentini,
Tóth Szabolcs, most lehetne talán megindulni Tóth Szabolcs. Tóth Miklós várja, a túloldalon még üres. De Tóth Szabolcs nem látta ezt. Gábor már. Tóth Szabolcs. Ez nagyon könnyelmű passz, erre, ezekre vigyázni kell. Balázs okosan oldotta meg a helyzetet. Gábor. Tóth Miklós. Csellel indul, áthámozza magát. De most már folyá indul. Tóth Szabolcs lépett oda, lehet fordulni. Ketten is jönnek Tóth Miklós mellett, de rossz irányba Cselez. Ajjajajajajajajaj. Majdnem megvolt a labda, így viszont fordulhatnak az olaszok. Folyá, Pellegrini elvéti, de még az övé. Jó lenne rendezni a sorokat. Gábor lépett bele Rodrigo Bertoni lövésébe. Hát van azért helyzetünk nekünk is. Persze nem mondom, hogy nem számítottam erre. Ez viszont egy olasz lehetőség. És Balázs védése. Rodrigo Bertoni. Jól van. Zsámár volt éber. 31 éves már Zsámár. 44-szer volt válogatott, 22 gólt szerzett. Eddigi válogatottságai alkalmával Vicentini Tüzel Baranyai lépett bele. Ebből is kiderül, hogy cseréltünk közben. Zsámár, azt hittem nem éri el, jól van. Ez viszont hiba, Dani Kile. Megvan az Balázsnak. Most az a négyes van bent a mieinknél, amelyik kezdte a meccset. Balázs előtt persze. Simon. Hadarász. Nagy csel volt! És így jön ki Angelini ez a termetre. Hát nem éppen utcákapusnak látszó figura. Amikor kell, akkor nagyon gyors. De ez a csel sem volt ám csúnya. Baranyai. Baranyai az örményeknek rúgott hármat. És ő adta az összes gólpasz Simonnak. A horvátok ellen kitűnő formában játszott Horvátországban Baranyai. Angelini megint a képen, itt pedig Baranyai, akiről az imént beszéltem. Kártyázni szeret szabad idejében, de nem csak a pályán kívül nagy zsugás. Remélem, hogy ezt igazolja. Moratelli, ő sem volt még a pályán korábban. Zsámár. Nagy az iram, csak gól nincs, de ez egyáltalán nem meglepő, mondom, az olaszoktól nem várható góleső. Edgar Bertoni szabálytalanságát fújták le, és ez már a negyedik olasz szabálytalanság. Madarász áll oda, ő szokta a kis büntetőket is elvégezni 10 méterről. Hát most is annyi a távolság, csak most lehet sorfalat állítani. Igaz, egy személyes a sorfal. Madarász legurítja Simon. Nem volt rossz. Angelini dobja már ki a labdát, Simon már hátul szerel. Madarász oda piszkált, de nem tudtuk birtokba venni a labdát. Nem dob rá? De jól. Túl vagyunk már bőven az első félidő felén. Nincs még gól, de izgalmas a meccs. Ez rossz passz. Technikai hiba. Így tovább. Gondolom ezt mutatta Kozma Mihály. És megjön a közönség hangja is. Kell a segítség a csapatnak. Baranyai. Simon. Madarász Baranyainak, ez szép! Ez már az ötödik szabálytalanság. Ezúttal is Edgar Bertoni volt a védkes, nem lepődnék meg, ha sárga lapot kapna. Itt mutatják is, hogy ez volt az ötödik. Van-e lap? Van bizony. Hát ezzel nem lehet vitatkozni.
olyan nagyon nem is vitatkoznak az olaszok szokásuktól eltérően. Azt nem értem, hogy Dani Kile mit akar Simontól, hiszen 5 méterre kell állnia a labdától. Most arra azért ő is megérdemelte, ezt persze tudta. A szlovák író Badura mutatta, hogy várja meg Simon a sípszót. Ez megvolt. Simon lábbal hárított Angelini. Jó lövés volt. Surranó labda. Nem mondom, Angelini kitűnő kapus. Ez pontatlan. Olasz sarokrugás lesz, itt elméláztunk. Íme, Angelini előző védése. Most pedig jöhet az olasz szöglet. Edgar Bertoni tette hátra. Lecsúszott a labda Moratelli lábáról. Balázs. 30-szoros válogatott kapus tette ki a labdát, Baranyai már, de szépen vette le. És be is tudja tenni! Dani Kile ért vissza. Baranyai kezd játékba lendülni, bár az olaszokat látjuk. Én szívesebben beszélek a 8-as számú magyarról, aki elvégezte már a sarokrugást. Oldalrugás jön most. Simon. Ez most az olaszoké így. Kozma Mihály elmondása szerint soha nem azt nézi, hol a labda, hanem az, hogy hogyan helyezkednek a többiek, mert ott tud segíteni, ott tud beavatkozni, belenyúlni a játékba. Olasz szöglet, vagy oldalrugás? Oldalrugás, azt a sarkot nem látom jól, csak a monitoron keresztül. Bakáró tette vissza, és egészen Angelini kerül hátra a labda. Mintha kint lett volna, most pedig már egyértelmű, hogy kint van a labda. Azt mondtam, hogy amikor... Mármint azt mondtam, hogy a magyar-olasz párharcokból kétszer nyertünk, azt még nem mondtam, hogy az első kettőt nyertük meg. Az utolsó kettő pedig döntetlen volt 2 évvel ezelőtt. És az az érdekessége ezeknek a meccseknek, hogy csak a második számú kapus Ripézi játszott az olaszok közül. Ennyire kicserélődött az olasz válogatott. Baranyai! Odaért még egy láb. De ez a láb Baranyai lába volt, azt mutatják a bírók, mert hogy az olaszok jönnek. 1986-ban Budapesten vertük 3-1-re az olaszokat, majd egy évvel később Spanyolországban 1-0-ra. Utána mondom, évekig vereségek jöttek. Meg két döntetlen, közben Bakáró helyzetben mellé rúgja. Ezt most megköszönhetjük neki. Volt ilyen lehetősége az EB döntőn is, emlékszem. Azt kihagyta, pontrugásból jobb volt. Úgyhogy ilyen alapon egyszerű a recept, ne hagyjuk, hogy szabadrugáshoz jusson. Víg pörgeti előre a labdát. Ennél azért komplikáltabb persze a játék, mint ahogy mondom, Tóth Szabolcs szerez labdát, Tóth Szabolcs egyedül van nagyon. Kicsit tanástalan is volt, Gábor! A horvátoknak bomba volt lőtt. A már többször említett világbajnok is elejtező. Azzal egyenlített a magyar válogatott 0-2 után 2-2-re. Bakáró. Dani Kile. Bakáró. Zafiro. Mando Grana. Megváltozott a fizimiskája, amióta utoljára Budapesten járt. Én nem bánom, hogyha ezután a meccs után megint megváltozik az ábrázata, mondjuk nyúzottabb lesz. De ez egyelőre még csak álom persze. Zafiro. Bakáró. Bakáró. Igen, ez az, amit nem szabad. Mármint, hogy az olaszok nyugodtan lőjenek. Hát az ilyen lövésekből előbb-utóbb egy könnyen beakad. A labda könnyebb, mint a nagypályás labda. Ezáltal gyorsabb is. Ez az oka annak, hogy noha kisebb a kapu, mégis nagyon veszélyesek a távoli lövések. Mindig víg. Tóth Miklós. Tóth Szabolcs.
Víg. Érezhető volt, hogy nem nagyon fogja tudni megjátszani a labdát. Végül is egy szabálytalanság lett belőle. Nem nagy tragédia, hiszen nekünk ez még csak a harmadik ebben a fél időben. Zefiro. Pellegrini. Baccaro. Pellegrini. Baccaroval játszik össze. Pellegrini, és ismét Baccaro. El kéne venni tőlük a labdát. Ez nagyon nyugtalanít engem, amikor itt játszanak. Folyá. Pellegrini nagyon jó labdát kapott, nem élt a lehetőséggel, szerencsére. Talán Ukkorin is ezen gondolkodott, hogy miért nem. Tóca Bolcs, Jávor, Tóth Miklós. Hihetetlen cselei vannak, de nagyon kockázatos a játéka. Íme most is eladta a labdát, Tóca Bolcs viszont kitűnően és szabályosan ütközött. Oda ráztasd meg János most már. Így is jó. Ez műesés volt. Igen. Ebből most nem jöttünk jól. Mert ha madarász nem esik el, akkor nem kapnak szabadrúgást az olaszok. De hát kell vagányság a játékhoz, mert az is igaz, hogyha megeszik a bírók, akkor kis büntetőt rúghatunk. Nem így történt, olasz szabadrúgás. Hát ennyire azért nem értek a futszálhoz, hogy Nukorini kézjeleiből megállapítsam, hogy mit kell játszani a csapatának. Nem nyugodt az edző, és a számunkra végül is jó, azt gondolom. Eddig remekül helyt áll a magyar válogatott. Baccaro. Blokkoltuk megint a lövését, és bár Baranyai feltette a kezét, hogy mi jövünk, természetesen ez nem így van. 25 éves Baccaro, a Láció játékosa, akit az imént közelről is láttunk. A sarokrugás pedig Rodrigo Bertoni fogja elvégezni. Baccaro elcsúszott. Nem volt szerencsénk, egy pillanatra abban bíztam, hogy Baranyai talán el tud indulni. Hogyan? Baccaro. Pellegrini. Baccaro. Megkevertek minket a sok futással, de magukat is az olaszok, ezért került hátra a labda Angelinihez. Pellegrini. Hát az egyértelmű, hogy az olaszok birtokolják sokkal többet a labdát. Folyá! Veszélyes volt, de milyen veszélyes. Balázs kitenyerelte. Fogja is a fejét, Folyá, mert érzi, hogy ez most nagy helyzet volt. Szépen dolgozták ki, el kell ismerni. Balázsnak Horvátországban is döntő érdemei voltak abban, hogy a magyar csapat nem roppant össze 0-2 után, és végül is megfordította a meccset. Lehet fordulni, Zsámár! Ez jó, Simon! Mellé megy! Ez pedig zicser volt. Nagy kár érte. Kitűnő labdát adott Zsámár. Talán, ha van annyi vagányság Simonban, hogy alápörgessen a labdának, akkor átemelhette volna Angelini. Angelini a labda. Rodrigo Bertoni, Pellegrini. Folyá. Elővi a kapu előtt keresztbe. Baranyai kapta Balázs kidobását, Zsámár. Madarász. Zsámár indul, Madarász megtartja a labdát, de nem tudja áttenni. Szerencsére Folyá nem tud indulni, Simon. Zsámár, megint egy eladott labda. Folyá jó csellel indul, életveszélyesen cselez.
bíztam ebben, hogy Beccaro nem fogja jól eltalálni a labdát, hiszen ballábas. Két és fél perc van még hátra, mint látják a képen, gól egyelőre nincs. Vicentini jött vissza az olasz csapatba. Rodrigo Bertoni. Hoyá. Vicentini. Pellegrini. Simon. Kitűnően emelte fel. Sajnos elkerülte a labda baranyait. Azért, hogy ezt a 0-0-át körülbelül értékelni tudjuk, csak annyit mondanék, hogy a magyar első osztályban van 13 csapat, a másodosztályban 8. Az olaszoknál a Serie A-ban 14, a másodosztályban 28, a harmadosztályban 112, a 21 éven aluliaknál pedig 168 csapat játszik, ezen kívül van még 800 területi csapat körülbelül, akik rendszeresen szervezett bajnokságban játszanak. Négy válogatott csapatuk van az olaszoknak, ez az első csapat, egy B válogatott, a 21 éven aluli és a 18 éven aluli válogatott. És hát természetesen mindenki profi a csapatban, szemben a mieinkkel, akik közül néhányan ma dolgoztak a munkahelyükön. Úgy jöttek erre a mérkőzésre, hogyha? Azt gondolom, hogy ez eddig nem látszik ezen a mérkőzésen. Hogyha teszi hátra a labdát, egészen Angeliniig. Így felment a felhőkbe, ki se néztem belőle, hogy ilyen magasra tud ugrani. Vicentini tette hátra, Rodrigo Bertoni. Hoyá. Hosszú. Nem baj, persze, hogy nem baj. Egyszer-egyszer lehet időt kérni mind a két csapatnak. Fél időnként, most Kozma Mihály kért időt, de nyilván Nukodini is tud mit mondani az övéinek. Azt már mondtam, hogy az olasz csapatból mindössze Ripézi volt ott a két csapat utolsó két mérkőzésén. 2001-ben Komlón 2-2. Illetőleg Pécsett 4-4 volt az eredmény. Azokon a meccseken, az első meccsen Madarász gólt szerzett egyet, a másodikon pedig kettőt. Jávor és Szalai voltak még a gólszerzők Pécsett. Szóval Madarásznak jó emlékei vannak az olasz válogatottról. És az lenne az igazán szép, hogyha Kozma Mihálynak is lennének most már szép emlékei az olasz válogatottról. Mondjuk a mai este után, és nyilván kitalálták, hogy mire gondolok, magyar győzelemre, persze. Somogyi először a pályán a magyar csapatban. Jávor, most Tóth Miklós pihen ebből a sorból. Jávor nem gondolta rosszul. Pellegrini már. Folyá. Pellegrini. Folyá. Folyá. Kapufa! Szerencsénk volt. De mekkora. Nem sokat láthatott Balázs a lövésből. Folyá fejeli le a labdát. Ott marad Vicentini. Mellé megy. Meleg pillanatok voltak ezek. De túl vagyunk rajtuk. Hátul nem szabad hibázni. Ez egyértelmű, de hát könnyű ezt mondani. Víg. Jábor, odalépett Pellegrini, kitűnően. Hoyá. Vicentini. Hoyá. Hoyá megint, most jó volt, ahogyan belelépett a labdába. Víg, ha jól láttam. 9 másodperc. Most már kiegyeznék szünetben a 0-0-val. Hát ime, itt a bizonyíték.
hogy miért mondtam ezt. Majdnem gólt kaptunk. De megy előre, döntetlenre áll a meccs. Somogyi. Nincs tovább. 20 perc játék után tehát 0-0 a magyar-olasz futsal világbajnoki pótselejtező. Itt még folyják a pufáját, látjuk. A magyar csapat nem rossz, sőt, kifejezetten jó teljesítmény nyújt, de az olaszok ellen még több kell ahhoz, hogy esetleg meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Kezdődik tehát a második félidő. Deni Kiele és Edgar Bertoni várnak a jelre. Egy biztos, ahogy a Ravadis Ferenc is elmondta, a magyar csapat eddig kitűnően helytáll. Más kérdés, hogy az igazi bravúrhoz ez nem elég. Simon. De kérdés, hogy nem öngyilkosság-e többet vállalni. Kozma Mihály minden esetre azt ígérte, hogy ő nem kíváncsi egy szoros vereségre, tehát támadni fogunk, amikor tudunk, Zsámár lőtt. Ez az. Lehet, hogy ezekből kellene több, még akkor is, hogyha Angelini nagyon biztosan áll a lábán. Hát, ha egyszer egy lövés utat talál a hálóba. Baranyai mutatja be a figurát, mindig a rugójátékos dönti el, hogy melyik figurát játssza a csapat. Nando Gránál várja, hogy Angelini kihalásza a labdát a reklámtáblák mögül. Itt pedig Kozma Mihály, akit az imént említettem. Térdelőtte Zsámár Angelinit a labdával, de ehhez az kellett, hogy a kapus jól helyezkedjen. Deni Kiele, Nando Gránál, ez veszélyes. Utolsó pillanat. Az utolsó pillanat volt. Simon ért oda. Én magamban már elmormoltam egy imát. Azt hittem, hogy rosszabb vége lesz ennek az akciónak. Újabb törlés. Csúszkálhatnak a játékosok, hogyha ezeket a törléseket nem végzik el. És ez sérülés veszélyes természetesen. Nagyon ott hagytuk Deni Kiélét. Egyből rálőtte azonban a labdát Edgar Bertoni. És milyen a labda? Magas láb, de azt mutatja a játékvezető, hogy ez nem olyan szabálytalanság, amit fel kell jegyezni a csapathibák közé. Simon. Hadarász. Moratelli szerelt, indítani viszont nem tudott. Simon. Baranyai. Zsámár, technikai hiba, nem jellemző Zsámára, az egyik legtechnikásabb teremfocistának tartják. Edgar Bertoni, Deni Kiele. Deni Kiele nagy cselekkel indul, Deni Kiele gól! Nem tudtuk megállítani. Edgar Bertoni a gólszerző, de ezt Deni Kiele csinálta meg. El kell ismerni, hogy szépen. 1-0 tehát az olasz válogatottnak. No nézzük. Az első csel Simon mellett, aztán Baranyai is hiába jön, és Madarás sem ér oda a hosszú lábaival. Zsámár szerel most már. Nando Grana. Simon lépett bele a lövésbe. Hát rosszul kezdődik a második félidő. Vezetnek az olaszok. Nem lehet
próbál mindenki erőt adni a magyar csapatnak, erre szükség is van. Baranyai lépett oda, de az olaszoknál marad a labda. Nando Grana teszi hátra. Moratelli. Edgar Bertoni visszakapja. Simon lépett jól közbe. Szlovén játékvezető 335 bajnoki meccsen játszott. Nagy pályán. A vezető bíró, az imént láttuk. Most pedig már a magyar támadás jön. Baranyai, ez jó labda! Zsámár! Sajnos kisodródott, rossz felé fordult, úgy tűnt nekem. Simon most már. Baranyai. Baranyai. Lehet lőni, Pali. De belelépett a lövésbe Edgar Bertoni. Azt láttuk a támadásokból és a védekezésből is kiveszi a részét, de hát ez természetes, utcában nem lehet lazsálni. Mindenkinek mindent tudnia kell. Zsámár. Madarász. Lekapcsolták. Moratelli. Nando Grana. Deni Kiele. Szépen teszi vissza Edgar Bertoninak. Most már jó lenne megszerezni a labdát. Balázs védett. Bertoni pedig. Edgar Bertoni bemutatta a figurát, hogy mire készüljenek a belsők. Moratelli. Nando Grana. Moratelli. Sajnos ezzel a góllal az olaszok nyugodtan játszhatnak. És most majdnem megkaptuk a másodikat. Nando Grana azonban nem ért oda. Simon. Tóth Szabolcs. Gábor készülődik, hogy bejöjjön. Baranyai. Tóth Szabolcs. Víg. Moratelli próbálta meglovagolni. De ez sem jött be, és a csel sem. Moratelli. Edgar Bertoni, most hátul adogatnak az olaszok. Megpróbáljuk letámadni őket. Lehet, hogy ebből kellett volna több az első félidőben is. Mi jövünk. Nagyon akkurátus. A szlovák játékvezető, Vladimir Badura. Tóth Szabolcs teszi középre. Már nem a miénk. Deni Kiele indul, de nem éri el a labdát. Bukorini továbbra sem nyugodt. Ő nem érzi úgy, hogy meg lenne ez a meccs. És hát miért is lenne meg? Jávor. Nem volt igazán jó lövés. Tóth Szabolcs, kockázatos. Le kell tenni, igen. Somogyi. Víg. Somogyi indul, Víg. Most igazán a lábán a labda. Nem örülnék neki, ha folytatódna Angelini sorozata. Mondtam, a világbajnoki selejtezőkön három meccsen nem kapott gólt Nando Grana. Balázs védett bravúrral. Nando Grana leültette a magyar kapust, de ő sem tudta átemelni a labdát. Lehet, hogy nem is akarta. Szerette volna ellőni Balázs támaszkodó lába mellett a labdát. Ez nem sikerült. És jó, hogy nem sikerült. Edgar Bertoni. Balázs beleért megint, azt mutatja a bíró. Ismét sarokrúgás. Edgar Bertoni most a harmadik figurát mutatta. Jó lenne, ha tudnánk, hogy mi ez. Nando Grana. Nem volt érkező ember a hosszú oldalon. Gábor. Egyelőre az a baj, hogy tényleg jól helytáll a magyar csapat, de nem látom, hogy tudnánk ennél többet ez ellen az olasz csapat ellen, ami nem szégyen, elmondtam már, kitűnő együttes az ellenfél. Az Európa-bajnokságon a szlovéneket, a cseheket, az oroszokat, a spanyolokat és az ukránokat verték meg, az ukránok elleni meccs volt a döntő. Az elődöntőben a világbajnok spanyolokat győzték le az olaszok. A spanyolokat szerettük volna elkerülni, mindenféleképpen ez sikerült a sorsolásnál. A
második csapat az olasz válogatott lett volna Kozma Mihály listáján, azon a listán, amelyen azt vette számba, hogy ki ellen nem akarunk játszani. Bakáró húzogat, megtartja a labdát, Tóth Szabolcs jön, de elhagyjuk a labdát. Edgar Bertoni, Gáborba lőtte. Olasz oldalrugás, Zafiro. Az utóbbi időben nem sokat volt bent a pályán. Tóth Szabolcs mellel, ez jó, így, gyorsabban kell. Gábor. Így. Tóth Szabolcs. Somogyi. Tóth Szabolcs. Megpróbáljuk kicsalogatni az olaszokat. Gábor próbál indulni. Befújta a bíró a szabálytalanságot. Őszintén megmondom, ha nem fújja be, én most azon sem csodálkoztam volna. Somogyi. Nem értették meg egymást Víggel. Tóth Szabolcs érezte, hogy most kellene indulni. De rossz volt a labda. Bakáró. Folyá üres a túloldalon. Folyá. Megpróbált a takarásból előni, de Víg odalépett. 23 éves Adriano Folyá. És bár elmondtam, ugye, hogy Olaszországban hányan játszanak futszát, mégis brazil származású játékosokkal erősítenek, mint ahogyan Folyával is. Igen. Oldalrúgás jön. Mint volt a labda. Zafiro. Bakáró. Nyugodtan játszanak az olaszok. Tehetik. Folyá elcsúszott. Nem tudunk gyorsan leindulni, vagy leindítani őket. Tóth Szabolcs szerep most labdán. Kicsit kényelmesen indult, visszaért Rodrigo Bertoni. Az olaszok ellen ennél is gyorsabban kell játszani. Persze próbálkoznak a mieink, de hát itthon egészen más a tempó. A magyar válogatottban heten vannak a csőmontásból. Három csömöri játékos van a csapatban, a cselekapus Beret, valamint Zsámár és Simon, Gábor közben. Az Aramisból Balázs és Víg van itt. Ez a három csapat, a három magyar élcsapat. A csőmontás vezet jelenleg a bajnokságban. Az Aramis és a csömöri Rubeola előtt, de a csömöriek egyben csak kevesebbet játszottak. Ha azt nyerik, akkor ők lesznek majd az első. Olaszországban a bajnoki címvédő Burkile Prato áll az élen. Gábor közben. És ha már mondtam a Prátót, a 8-as Vicentini például Burkile Prato játékosa. Tóth Szabolcs cipője esett le, ezért áll a játék. Nagyon jót tenne egy magyar gólamencsnek, mondanom sem kell. Bár így is élvezetes a játék, de hát az igazi mégiscsak az, hogyha nem az ellenfél vezet. Akármilyen nagy nevű is az ellenfél, Bakáró. Oldalrúgás. Zafiro Bakáróval játszik össze. Rodrigo Bertoni, Folyá. Zafiro. Bakáró. Nem nagyon birtokoljuk a labdát. És ez nem jó. Jábor nem tudta megjátszani sajnos. Megelégedett azzal, hogy kirúgja. Korini 69 meccsen 42-szer vezette győzelemre az olasz válogatottat. Én még mindig bízom benne, hogy nem lesz meg a 43. válogatottbeli sikere. Zafiro. Ha Baranyai közelebb van, akkor elvehette volna a labdát. Bakáró. Tóth Miklós nagyon kényelmes, ezt nem lehet. Rodrigo Bertoni azonban
Konstantinov tette magát. Tóth Miklós. Ez rossz passz. Tóth Szabolcs szerzi vissza a labdát, de már nem a miénk, folyá. Hazaadta gyakorlatilag Balázsnak. Nem merte megkockáztatni Balázs, hogy kidobással indítsa Baranyait. Menni kell, mert Bakáró nagyrössel érkezik. Kicsit tanástalan a magyar csapat. Nem igazán jutunk el az olasz kapu elé. Tóth Miklós. Gábor eladja a labdát, ez hiba! Rodrigo Bertoni durrantott mellé. Cserék mutatkozma, Mihály. Gábor és Tóth Miklós jöttek le. Ez most egy kevert sor, Simon hiányzik. Tóth Szabolcs bent maradt. Eladja a labdát, Zsámár, Bakáró. Fölé durrant. Megint jobbal tette ezt. Ez a szerencsénk, hogy a jobb lábán volt a labda. Madarász. Sarokkal szerette volna visszatenni, de Zafiro nagyon éber volt. Folyá! Miénk? Jó. Tóth Szabolcs kér cserét közben, és most már Simon is visszajön ebből a sorba. Kozma Mihály azt ígérte, hogy kockáztatni fogunk. Nem tudom, hogy ő gondolta-e meg magát, vagy a csapat nem képes többre. Balázs fejeli el a labdát, remekül. A gólról nem tehet a magyar kapus. Kitűnő teljesítmény nyújt, csak úgy, mint kollégája Angelini. Folyá, ez veszélyes volt. Baranyai megpróbálta megelőzni, de nem sikerült ez neki. Most mégis mi mehetünk 3-2-ben, Simon! Baranyainak még ott van! Az utolsó pillanatban rúgták el a labdát Simon elől. Igazából váratlanul került oda a labda Baranyai elé. Pellegrini. Bakáró. Baranyai jött nagy lendülettel. Nem volt még szabálytalanság ebben a fél időben, az érdekes. Egy ilyen hangulatú mérkőzésen, ilyen tépért menő mérkőzésen. Vicentini. Rodrigo Bertoni. Rossz passz Folyának, aki így is megtapsolja őt. Zsámár. Balázs segít. Madarász. Simon. Baranyai. Félszemmel azt nézte, hogy hol van Madarász, de nem tudta tovább tenni neki a labdát, sőt szerelik Baranyait. Most viszont Zsámár teszi oda Baranyainak, szépen. Baranyai Vicentini mellett. Simon. Madarász fordul, Madarász a jobb lábán a labda, ez nem jó, de leteszi Zsámárnak. Belelépett a lövésbe. Rodrigo Bertoni, aztán Simon szerel már. Lassan elcsordogál a második félidő fele. Nem tudunk egyenlíteni egyelőre Vicentini. Deni Kíle, Vicentini rálépett a labdára, lehet fordulni Simonnak, kellene segíteni a Zsámárnak, aki így egyedül maradt. Talán nem volt már elég erő Simonban, vagy egyszerűen csak túl messze volt ahhoz, hogy igazából segíteni tudjon Zsámárnak a támadás befejezésében. Somogyi, egy az egyben hátul, ez soha nem igazán jó, főleg így. Zavar. Hátul. Persze akarnak a mieink, nagyon akarnak, és ebből vannak a hibák. És hát tény és való, beállhatunk védekezni. És akkor kikapunk mondjuk 2-0 vagy 3-0 a futszában. Nem nagy különbség, de mire megyünk vele? Madarász most földre vitte Deni Kíle, és a késve is, de be is fújta. A második játékvezető Kozma Mihály pedig időt kér. Nem vár tovább, nem akarja megvárni, amíg nagy baj van.
úgy gondolja, hogy most kell rendezni a sorokat, és mindent megtenni azért, hogy a magyar csapat egyenlítse, vagy uram bocsá, megfordítsa a meccset. Hát kíváncsi lennék arra, hogy mit mond a játékosoknak, de sajnos nem halljuk. Szájról olvasni pedig nem tudok, de én gondolom, hogy arra kéri a mieinket, hogy mozgósítsák az erőtartalékaikat. Itt nézzük az iménti helyzetet. Simon nagyon szépen húzott egyet a labdán, de Polják elrúgta az orra elől, aztán Baranyai már nem tudta igazán kontrollálni az egészet. Belerúgott ugyan a labdába, hogy jött, de nem találta el jól. Folytatódik most már a játék, jöhetünk szabadrúgással, de ez még előbb az olasz gól. Ezzel vezet a vendégcsapat. A második percben lőtte Edgar Bertoni a vezető találatot. Meglettünk volna nélküle, de hát ez nyilvánvaló. Balázs Bakkat a labdáért, ezt nem láttuk, csak most. Pellegrini pedig elfoglalta a helyét védekezésben. Somogyi. Simon, Zsámár most már. Zsámár, Simon. Adarászt eltalálta a labda. Se elugrani nem tudott a labda elől, sem irányítani a labdát, Adarász. Pedig Kile, Simon lépett oda, Zsámár, Madarász, jön Somogyi, rengeteget fut Somogyi, ez jellemző a játékára, nem ért oda Madarász, de kár, szépen húzta meg a bal oldalt Somogyi. Amit még nem mondtam el a mieinkről, az az, hogy a csapat játékosainak a többsége nagy pályán is játszik, az olaszoknál ez elképzelhetetlen. Ott utcára specializálódott mindenki, aki itt van. A mostani csapatból például Simon és Zsámár Ausztriában játszanak nagypályán. Madarász Maglódon alacsonyabb osztályban, és Somogyi is alacsonyabb osztályban játszik. Erőszigetszen Miklóson rúgja a labdát. Ezt is kéretik belekalkulálni ebbe az eredménybe. De nincs még vége? Természetesen. És lehet ez még jobb is. Madarász helyezkedik elől. Hátul pedig elvégeztük már az oldalrúgást. Éppen Madarász felé jön a labda, de nem tudta megszelídíteni. Vicentini. Edgar Bertoni. Deni Kile, ők ketten hozták össze a gólt, Deni Kile most is szépen indul. Zsámár akasztja le a labdát. Aztán eladja sajnos Vicentini. Vicentini! Szűk előtte el, kis helyen. Balázs jöhet most már. Ez nem volt veszélyes lövés. Baranyai. Jól játszunk, de nem tudunk gólt lőni. A helyzet is kevés. Az olaszoknak viszont van bőven, és túljut a labda a gólvonalon. Ismét Edgar Bertoni eredményes. 2-0. Idáig kidolgozott támadás volt, aztán itt már a szerencse is kellett az olaszoknak. Hiába érkezett Baranyai, átgyűrte a labdát Edgar Bertoni a gólvonalon. 0-2. 8 perc van még hátra, gyakorlatilag a mérkőzésből épp 50 másodperc. Ez alatt kellene valami nagy csoda. Ja.
Gábor. Tóth Szabolcs. Jani Kíle. Tóth Szabolcs szabálytalankodott. Valóban. Itt a gól még egyszer. Hát úgy tűnik, hogy Edgar Bertoni a végzetünk ezen a meccsen. Pellegrini áll a labda mögött, hol a szabadrúgásnál, Vicentini mellé ment. Valóban rengeteget lőnek az olaszok, de a gólok nem ebből vannak. Mind a kettő kijátszott helyzet volt. És mindkettő Dani Kíle és Edgar Bertoni hozta össze. Jávor, Dani Kíle mellett indul. Vicentini. Pellegrini. Vicentini. Edgar Bertoni. Újítani kellene, de hogyan? Ez itt a nagy kérdés. Egy ilyen kvalitású csapat ellen ráadásul. Nando Grana. Letámadunk most. Tóth Szabolcs, Tóth Miklós majdnem labdát szerzett. Edgar Bertoni, Vicentinit indítja. Balázs kifejeli. Nem merte emberhez tenni. Nando Grana! Nagy csel volt, de visszaért Jávor. És milyen jó, hogy visszaért. Már majdnem ott volt a labda Nando Grana lábán. Vicentini a szöglettel. Vicentini beteszi. Baranyai, most kellene egy az egyben megindulni. Nem így. Angelini. Baranyai kapja most, de Pellegrini megelőzi. Tóth Szabolcs csípe adta Baranyainak, oldalrúgással jövünk. Hogy az idő? Ez a legnagyobb baj, meg persze az, hogy vezetnek az olaszok 2-0-ra. Nem ezen a meccsen dől el persze a továbbjutás, hiszen lesz még egy visszavágó, de mondanom sem kell, Olaszországban egy hét múlva, jövő szerdán. És ha itt nem tudunk szorosabb eredményt elérni, akkor kint szinte lehetetlen helyzetbe kerülünk. Tóth Miklós, Jávor, sajnos nem a lövő lábára jött a labda. Jávor! Nem ért hozzá senki, bár Jávor ezt reklamálja, hogy olasz játékosról ment ki a labda. A bírók szerint nem így történt. Edgar Bertoni. Folyá. Zafiro. Nando Grana. Zafiro. Pellegrini. Zafiro. Folyá egyedül van Jávorral. Folyá. Ettől féltem, de mellé rúgta. Úgyhogy felsóhajthatunk. Akkor megkapta a labdát, és látszott, hogy egy az egyben játszhat Jávor ellen. Azért tűnt rossznak, mert Jávor hozzá képest, Folyához képest nagy darab, magas játékos, amivel nem azt akarom mondani, hogy nem elég technikás, mert hogy nagyon is az Jávor. De ebben a helyzetben ő nem sokat tehetett. Zafiro. Egy picit olyan érzésem van, mint a Castellón csőmontázs elleni meccsén volt. A csőmontázs kitűnően helytállt akkor, de így is kikapott a nagy tudású ellenféltől. Most szorosabb az eredmény, mint akkor volt. De sokra nem megyünk ezzel. A magyar válogatott legnagyobb sikere lenne egyébként, aki tudna jutni a világbajnokságra. Hiszen azt mondtam, hogy eddig egyszer ötödik volt a magyar válogatott, de az első világbajnokság az még tulajdonképpen úgy is mondhatom meghívásos alapon zajlott. 1989-ben Hollandiában volt az a VB. Azt mondtam, hogy az olaszoktól akkor kikaptunk, de például legyőztük a világbajnok brazilokat. A brazilok
futszálban is királyok, az eddigi négy világbajnokságból hármat nyertek. Guatemalában 2000-ben pedig a döntőben kaptak ki a spanyoloktól, tehát egy ezüstérmük is van. Folyá! Elhúzta Póca Bolcs mellett, 3-2-ben játszhatnak az olaszok, Nando Grana elhúzza Balázs, kitűnően jött víg, nem nézett föl, hogy hova rúgja, csak el a kaputól, ez volt a jelszó. Balázsnak köszönhetjük, hogy nem kaptunk újabb gólt. Zafiro mutatja, nyugi. Minden rendben van, hát az ő szempontjukból igen, sajnos így van. Úgy tűnik, hogy folytatódik a sorozat. És itt is a vendégcsapat nyer, miként a másik négy pár harcban. Ez persze nem meglepő, hiszen a hivatalos UEFA rangsor alapján kiemelték a csapatokat. Így a spanyolokhoz, az olaszokhoz, a csehekhez, a portugálokhoz és az ukránokhoz húzták a többieket. Folyák közben elől. Simon rúgta ki a labdát, mindent bele, szól a nézők biztatása. Én azt gondolom, hogy a fiúk megpróbálnak mindent. De ez körülbelül ennyire elég az Európa-bajnoki címvédő ellen. Nagyon becsületesen, nagyon harcosan játszik a magyar csapat. De a szellemes megoldásokra, a váratlan dolgokra már nem igazán futja. De most váratlan volt, amit Zafiro csinált. Folyá sem értette, hogy mit akar ezzel. Hozva Mihály pedig rajzol, és én ebből arra következtetek, hogy le fogjuk hozni a kapust a végén. Hasonlóan, mint ahogyan azt a jégkorongban szokták csinálni. Hát igen, végül is nehéz dolog ez, mert dupla vagy semmi lenne, de nézzük közben Zsámárt. Zsámár kitűnő cselekkel ment el, a lövés nem sikerült. Na mindegy, ez még a jövő idő, majd meglátjuk, hogy valóban lehozzuk-e a kapust, vagy sem. Bakáró. Persze akkor lenne ennek igazán értelme, ha nem kapnánk újabb gólt addig. Zsámár, Tóth Szabolcs. Víg. Oldalrúgással jövünk. És igen, én már látom azt, amit önök nem, hogy Madarász felvett egy zöld trikót, úgyhogy érdekes lesz a végjáték. Egyelőre azonban még nem jön a kapuscsere. Tehát 5 mezőnyjátékossal fogunk majd játszani. A hatoson belül Madarász is úgy viselkedhet majd, mint egy kapus, tehát a hatoson belül megfoghatja a labdát kézzel is. És ezzel az 5 mezőnyjátékossal próbálunk majd emberelőnyt kialakítani az olasz kapu előtt. Óriási a kockázata a dolognak, de Kozma Mihály megmondta előre, hogy kockázatot fogunk vállalni. Tóth Szabolcs! Remek cselekkel indult, a lövésre már nem maradt ereje, Bakárónak dobják ki a labdát, Zsámár elfejelte. Az olaszoknál nem azért volt narancssárga trikóban az egyik játékos, mert ők is valami hasonlóra készülnének, mint mi. Egyszerűen azért, hogy a játékvezetők lássák, hogy kik azok, akik nincsenek a pályán, hiszen a vonal nagyon közel van. Pontosabban a kispad a vonalhoz nagyon közel van. Somogyi volt szabálytalan Bakáróval szemben, és szerintem most már Kozma Mihály arra a pillanatra vár, amikor lehozhatja Balázs kapust. Most nem teheti ezt, hiszen olasz szabadrugás következik. Cserélünk. És úgy látom az arcokon, hogy igencsak fáradtak a játékosaink.
ilyen iramú meccsen ritkán játszanak, de hát ez már elhangzott. Simon Baranyai, Tóth Miklós és Nyávor vannak bent a mieinknél. Bakáró szabadrugása most nem találta el olyan jól a labdát, mint az Európa-bajnoki döntőn Ukrajna ellen. És megtörtént a kapuscsere, bejött Madarász Balázs helyett. Üres tehát a magyar kapu, viszont föl kellene vinni a labdát, nem ívelni, mert ebben még a kelletténél is több a kockázat. Balázs tehát tétlenségre kárhoztatva pillanatnyilag. Nézzük, mire megyünk ezzel. Ha itt gólt kapunk, akkor végleg elúszhat a hajó. Ha gólt lövünk, akkor marad még remény a visszavágó előtt. Simon. Hibázni itt most nem lehet az adogatásnál. Madarász megpróbálta ellőni, és most van az, hogy üres a kapu. Mellé ment a lövés. Moratelli hívelte rá Madarász, mint mondtam, a hatoson belül kézzel megfoghatja. Érdekes ez a szabály. Azt szolgálja, hogy a vége is izgalmas legyen a szoros meccseknek, és ez többnyire így is van. A horvátok próbálkoztak ellenünk hasonlóval, nekik nem igazán jött be. Bakáró, üres a magyar kapu, Jávor! Kapufa, Jávor! El tudta piszkálni, és Edgar Bertoniról ment ki. Madarász, elől Baranyai, ez sem rossz, Tóth Miklós, Baranyai rosszul vette át, később volt már. Amikor a háta mögé került a labda, akkor már talán jobb lett volna, ha felnéz, és megnéző, hogy kinek tudja letenni. Persze nem biztos, hogy akkor jobban jövünk ki ebből az egészből. Kár ezért, mert ez helyzet volt, mint ahogy kár a korábbi helyzetekért is. Nem volt belőlük sok, ilyen meccsen sajnos ez van. A kevés helyzetből kell kihasználni valamit, szerencsénk sincs. Rodrigo Bertoniról ment ki szögletre a labda, de úgy, hogy Angelininek fogalma sem volt, hogy mi történik. Simon. Madarász, Angelini is párgázta. Mindent megtesz a magyar csapat. Nem érheti szó a ház elejét, ez egészen egyértelmű. Az utolsó percen belül vagyunk. Simon. Jávor. Jávor. Angelini biztosan fogja. Aztán nem siet, bár 4 másodpercen belül el kell végeznie a kidobást. Fordulnunk kellene. Tóth Miklós. Simon. A legtechnikásabb játékosok vannak most bent. A Madarászsal kiegészülve, ez alig, ha nem bemegy. Igen, ami az előbb nem sikerült, Rodrigo Bertoninak az most igen. Mondtam, hogy nagy a kockázata ennek. A dupla vagy semmiből a semmi jött be. Hát azt mondanom sem kell, hogy ezzel eldőlt a meccs. És alig, ha nem a továbbjutás kérdése is. Főleg így, ez is bent van, már nem tudnak koncentrálni a mieink. Simon fatális hibája után folyá is gólt szerez. 0-4 a vége, ha ez a vége egy olyan meccsnek, ahol a magyar csapat remekül ejt át. A végeredményből azonban nem ez fog kiderülni. De, mondom, Kozma Mihály megmondta, egy tisztes vereségre nem kíváncsi. Inkább kockázatot vállal, hát ha bejön. Hát nem jött be. Ezzel együtt, 13 másodperccel a vége előtt azt gondolom, most már elmondhatom, hogy a magyar csapat tisztesen helytállt, még akkor is, ha számszerűleg sima vereséget szenved. Tóth Szabolcs oldalrúgása még, Jávor továbbra is üres a kapu, nem Balázs visszajött közben. Már nincs értelme tovább próbálkozni, eddig sem jött ez be. 3 másodperc van még hátra. A végén gyorsan el kell köszönnöm, hiszen nagyon kicsúszunk most már az időből. Ez a 3 másodperc nyilván nem változtat most már semmi.
A világbajnoki részvétel alig, ha nem álom marad a magyar csapatnak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy sikeres volt ez a VB-selejtező sorozat. Hiszen az, hogy eljutottunk idáig, és játszhatunk az olaszokkal, már az nagy eredmény. 4-0-ra győzött tehát az olasz válogatott világbajnoki pótselejtezőn.